immár 15. éve tart Magyarországon, és most is a mai napon közel 400 intézményben kerül ez megtartásra, több mint 2000 programmal. És ez a rendezvény sorozat, ebben bizony ott vannak a magyar katonák, a magyar honvédség, hiszen a katonai szervezeteknél is ott vannak a csapattörténeti múzeumok, amelyek ilyenkor megnyitják kapuikat, ajtajaikat a látogatók előtt, és hát nem beszélve a hadtörténeti múzeumról, ahol mi most éppen tartózkodunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, amikor egy múzeumba belép az ember, vagy egy kiállítást megtekint, akkor mindig úgy végig gondolja, hogy mi is ez a múzeum, miért is van ez, mi ennek a célja. És azt mondjuk, hogy a múzeum az egy értékmegőrző hely, ahol sok-sok olyan tárgyi eszközt láthatunk, amelyet valakik felkerestek, megtaláltak, rendbe tették, megóvják, tárolják, majd a látogató közönség részére bemutatják. Tehát ezeket az értékeket, amelyeket megőrzünk és továbbadunk a fiatal nemzedék részére, az mindig szól a múltról, de szól a jövő nemzedékének is.